Ismét ülésezett Székesfehérvár megyei jogú város helyi választási bizottsága. A választási kampány szombaton indult, az azóta eltelt időben eddig egy alkalommal kedden ült össze a bizottság, hogy nyilvántartásba vegye a jelölteket, akkor hárman polgármester jelöltként, 27-en pedig képviselőjelöltként kérték nyilvántartásba vételüket. Folyamatosan érkeznek most így a bejelentés első időszakában a jelölő ajánlóívek, amelyeket a választási iroda feldolgoz, és azon jelöltek esetében, ahol leadják ezeket az íveket és a nyilvántartásba vételi kérelmeket, a bizottságnak 3 napon belül meg kell hozni a határozatot, és mai napon 3 képviselőjelöltet vettünk nyilvántartásba. A helyi választási bizottság ezúttal a Mi Hazánk mozgalom 2 jelöltjének, illetve a Fehérvárért közösen egyesület jelöltjének nyilvántartásba vételi kérelmét rögzítette. Palos István arról is beszélt, hogy milyen módon lehet jelölté válni. A választópolgároknak az ajánlását kell magáénak tudnia megfelelő számban. Ugye az egyéni választókerületekben, Székesfehérvár esetében, mert ez ugye a települések lakosság számától is függ a jogszabály alapján, az egyéni választókerületek szavazó polgárainak, választópolgárainak az 1%-ának az ajánlását kell magáénak tudnia, és ebben az esetben kérheti nyilvántartásba vételét, akár független jelöltként, akár jelölő szervezet jelöltjeként. A helyi választási bizottság elnöke hozzátette, hogy aki a nyilvántartásba vételét kéri, rendelkeznie kell választójoggal, tehát szerepelnie kell az adott választókerület választópolgárainak a névjegyzékében, és megfelelő számú ajánlással kell rendelkeznie.